Úgy szeretünk elindulni otthonról, hogy tudjuk, mi és családunk hazaérünk, s lesz hova hazaérni. Ha pedig baj van, akkor a legrövidebb idő alatt a leghozzáértőbb kezek és fők sietnek segítségünkre. Ezekkel a szavakkal köszöntötte az ünneplőket Paks újonnan megválasztott alpolgármestere, aki hangsúlyozta, a város kiemelten kezeli a személyi állomány támogatását, valamint beruházásaival igyekszik a katasztrófavédelem terheit csökkenteni. Kevesen tudják azonban, hogy a tűzoltók munkája nem ott és akkor kezdődik. Ahhoz, hogy időben a helyszínen legyenek, felkészültek legyenek, a legjobb módszert alkalmazzák a mentésekre, már jóval az adott esemény előtt, hosszas tanulási folyamatban a tűzoltók mindennapi életében sajátítják el a legfontosabb készségeket. Az ünnepi állománygyűlésen a jelenlegi vezetők és beosztottak mellett az egykori parancsnokok is részt vettek. 28 év az életem volt. Minden arcról egy-egy sztori történet jutott eszembe. Sátor Géza irányítása alatt alakult meg az önkormányzati tűzoltóság. Az ünnepségen díjátadásokra is sor került. Jelenlegi és nyugalmazó tűzoltók vehettek át díszoklevelet és emléktárgyat a 145 éves évforduló alkalmával.